Önök a Líceum televízió adását látják. Köszöntjük a Líceum televízió nézőit! Önök Eszterházy Körkép magazinunkat látják. Műsorunkból a következő témákat ajánlom figyelmükbe. A tavasz beköszöntével ismét várja látogatóit az Eszterházy Károly Egyetem gondozásában álló Erdőtelki Arborétum. A kertről és a víz világnapján rendezett programról Zöllei Tamással beszélgetünk. Egyetemista és középiskolás fiatalok számára hirdetett kortárs művészeti versenyt a Kepes Intézet, az Eszterházy Károly Egyetem, az intézmény hallgatói önkormányzata és az Artis Kultúrbár. A verseny témája kapcsolódva Kepes György életművéhez a fény, formák, érzelmek. Vendégemmel, Domán Dániellel többek között arról beszélgetünk, milyen kategóriákban várják a fiatalok nevezését. Oktatási szakemberek, pedagógusok és diákok részvételével valósul meg az a nemzetközi tapasztalatcsere, melyben 7 nemzet képviselteti magát. A magyarországi partner találkozóra Egerben került sor, a házigazda az egyetem gyakorlóiskolája volt. Az egri bikavért is besorolták a hungarikumok közé. A bejelentést a Dobó István Vármúzeumban hangzott el. A Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium ebben az évben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Stábunk meghívást kapott a Neumann Napok programsorozatára. Kérem Önöket, a következő egy órában is tartsanak velünk, és kövessék figyelemmel Eszterházy Körkép című magazinunkat. Az Erdőtelki Arborétum történetében az elmúlt másfél évszázadban voltak felívelő és leszálló időszakok. A 19. század végétől világhírű, örökzöldekben gazdag élőfa gyűjteményről számolnak be a korabeli dokumentumok, ám miután a parkot a II. Világháborút követően államosították, az akkori gondozók szinte kipusztították a kertet. Köszöntöm vendégemet, Zöllei Tamást, az Erdőtelki Arborétum megbízott vezetőjét, akinek köszönhetően részleteket is megtudhatunk a park történetéről és természetesen jelenlegi helyzetéről. Arra kérem, beszéljen egy kicsit nekünk az Erdőtelki Arborétumnak a múltjáról. Avassuk be ezek részleteibe a nézőinket. Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Az időben egy kicsit vissza kell menni, teljesen 1890-ig, amikor idősebb Kovács József megvásárolta a kastélyt és a hozzátartozó kastélykertet, vagy birtokot. Neki volt unokaöccse, egyben nevelt fia, ifjabb Kovács József, aki 1895-től kezdte el a parkot, úgymond dísznövényekkel betelepíteni, külhonróból hozott értékesebb dísznövényekkel. Az idősebb Kovács József halála után 1913-ban ifjabb Kovács József örökölte a kastélyt és a birtokot, és igazából innentől felgyorsultak az események. Kovács József rendkívül jó botanikussá képezte ki magát. A Kertészeti Egyesület alelnöke volt, rengeteg dendrológiával foglalkozó cikket írt, nagy ismerettségi körre tett szert, ezáltal rengeteg növényt külföldről ugye be tudott hozni a kertbe, a 3 hektáros területre, és annyira felgyorsult, annyira jól sikerült, hogy 1920-as, 30-as évekre már országos hírű lett az arborétum. Halála után 1945-ben ugye államosították a kertet, és a hozzá nem értő által nagy pusztítást végeztek a dísznövények területén. Míg nem a moszkvai füvészkert tudományos munkatársai, egyben jó barátjai jöttek látogatásra az arborétumra, és ők ezt akkor tapasztalván intézkedtek, és 2 napon belül, 1950. május 31-én az Országos Természetvédelmi Tanács természetvédelmi területté nyilvánította az arborétumot.
51-től aztán a Mátravidéki Erdőgazdaság vette át a kezelését, 71-től a Fővárosi Kertészeti Vállalat irányította, majd 83-tól a Bükki Nemzeti Park kezelésébe került. Itt Novák Károly szakavatott kertész újabb 3 hektár bevonásával bővítette a parkot, melyben kapott egy tó is helyet a területen, illetve még egy 19 hektáros égelláposz terület is kialakításra került. Ez jelenleg nem tartozik az arborétumhoz, egy nagyon kicsi része van nálunk, a többi ugye a Bükki Nemzeti Park kezelésében van. Ezek után 85-től ugye, ahogy folyamatosan alakították a parkot, fokozott védelemben részesült, és 2007-től az Károly Róbert Főiskola, a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola kapta meg a kezelését, majd 2016-tól ugye az egyesülés révén Eszterházy Károly Egyetem kezelésébe került az arborétum. Úgyhogy most jelenleg ez az arborétum története röviden. Tulajdonképpen miért is érdemes, melyek azok a főbb nevezetességek, főbb növények, természeti kincsek, látnivalók most az erdőtelki arborétumban? Ugye említettem, hogy rendkívül sok növényritkaság került be. Mai állapot szerint több mint 1200 növény van a területen. Ezek között azért megemlítésre szorul, hogy gazdag a juharfa sorozata az arborétumnak. De akár nézhetjük, hogy a tiszafák közül is itt található a legöregebb egyede. Cukorsüvegfenyőnk is országban a legöregebb, több mint 100 évesre tehető példánya nálunk található meg. Ezen kívül említhetném a színlevelű gumifát, a ezüstörzsű fenyőt, a kínai mamut fenyőt, illetve az amerikai tulipánfát, tehát mind-mind olyan ritkaság és olyan érték, amit mindenképpen szeretnénk bemutatni mindenkinek, tehát hogy minél többen lássák ezt az arborétumot, és ezért érdemes eljönni hozzánk, illetve ugye maga az arborétum mellett gazdag az állatvilágunk is. Magyarországon 16 kétéltű fajból 7 nálunk megtalálható. Például zöld varangy, barna varangy, tarajos gőte, egy párat említsek. 75 madárfajból 65 védett nálunk ugyanúgy megtalálható. Ezek között vannak ugye ittelelők, költözők, illetve vendégmadarak. És ezért is fontos az arborétum a madarak számára is, hogy ugye a költöző vagy éppen vendégmadarak élelmet, búvóhelyet, pihenőhelyet megtalálnak nálunk. Hosszabb ideig itt tartózkodnak, és az ide látogatók ezekben az állatokban, madarakban is ugyanúgy tudnak gyönyörködni, mint a növényeinkben. Sokszínű növényvilágot említett, ezek közül is kiemelve mondjuk a legszebbeket, vagy a legkülönlegesebbeket. Hogyan segítik a látogatóknak a tájékozódását? Milyen módon? Esetleg a szakemberek, arra is van-e lehetőség, hogy a szakemberek, akik ott vannak és ott dolgoznak, hogy a látogatóknak a tájékozódását szóban valamilyen módon segítsék? Igen, tehát a hozzánk érkezőket mindenképpen nem csak a mi feladatunk nem csak arra terjed ki, hogy gondozzuk a kertet, hanem igen intenzíven tartsuk a kapcsolatot a látogatókkal, amikor ott vannak. Csoportoknak akár szakvezetést is biztosítunk, de egyedül érkezőknek, családoknak szívesen megállunk egy-egy pár mondat erejéig, beszélgetünk velük, elmondunk egy-egy növényről történetet, illetve ugye megmutatjuk nekik azt, hogy merre találhatják az értékesebb növényeket, a ritkaságokat, és persze természetesen, ahogy említettem, ha kérdés van, akkor szívesen válaszolunk nekik. Tehát ez a célunk, hogy megismertessük
mindenkivel az arborétumot. Tulajdonképpen felvetődik az előbb hallottakból is, hogy hány kollégával dolgoznak ott az Erdőtelki Arborétumon, és most így a tavasz beköszöntével milyen tennivalók vannak ott a kertben? Összesen 5 fővel dolgozunk, 5-en vagyunk az arborétumban, ugye egy 6 hektáros területről van szó, amit gondoznunk kell, illetve egy 1 hektáros dísznövény kertészettel is, faiskolával is rendelkezünk. Elég összetett, illetve a dolgok elég összetettek nálunk, követik egymást a munkafolyamatok, hiszen most a tél elmúltával a védett növényeket, amiket téliesíteni kell, védeni kell a fagyoktól, azoknak a kitakarása történik, a tél által okozott károk, tehát hajtások, idősebb fákról lehulló hajtások, ágak, gajak összeszedése, tehát egy takarítás, illetve most már ezzel együtt elkezdődik az arborétumnak a rendezettségének a előállítása, úgymond visszametszük a növényeket, igazítjuk őket, sebkezeléseket végzünk. Ezek elmúltával ugye, ahogy haladunk előre az időben, következik a nyár, a nyári időszakban ugye mindig vannak levél, lombhullások, takarítjuk a kertet folyamatosan, ott is ugye a növényeket ápoljuk. Őszi időszak meg megint arról szól, ugye a rengeteg lombhullás alkalmával rengeteg avar keletkezik, amiket ugye ki kell szedni a területről, tehát mindenképp tisztán kell tartani, hogy a talajlakó növények is következő évben azért teret kapjanak. Ezekkel megy el a napunk, vagy a hónapok nagy része, illetve hát a téli időszakban sincs pihenés. Téli időszakban, ahogy említettem, díszfaiskolánk is van, saját magunk szaporítunk növényeket, és ugye ezeknek az ideje általában a téli időszakra esik, és tavasszal pedig kezdődik a park mellett a dísznövények ápolása is. Tehát ahogy a nézőink is hallhatták, mindig van tennivaló az Erdőtelki Arborétumban, és azzal sem árulunk el titkot, hogy ezen munkák mellett az oktató-nevelő tevékenységekhez is kapcsolhatók a munkatársak. Milyen szakok esetében tudnak segítséget adni, vagy éppen gyakorlati tudást átadni? Ez is elég bővülő most már, ugye mindenképpen az agrárszakokat tekintve szervesen kapcsolódik az arborétum az oktatáshoz, de akár vehetjük ugye a természettudományokat, a biológusokat, az állattanosokat, és még most már bekapcsolódhat a pedagógiai képzés is olyan szinten, hiába, hogy ott nem növényekről, mert az előzőeknél akár a növény, növénytan, állat, állattant vesszük, de a pedagógiai szak is olyan téren be tud kapcsolódni, hogy szeretnénk idén már programokat szervezni az arborétumba, és akár foglalkoztató órák keretében, akár táborok, táboroztatás keretében a pedagógiai hallgatók is be tudnak kapcsolódni, és ugye egy-egy ilyen programban részt tudnak venni, kapcsolatot tudnak teremteni a gyerekekkel, tehát ennek a bevonására is szeretnénk, hogyha sor kerülne. Az Erdőtelki Arborétumban folyamatosan várják a látogatókat, főleg tavasztól késő őszig, és ha jól láttam a honlapon, akkor a téli időszakban pedig előre megbeszélt esetleges látogatásokat tudnak bonyolítani. De nyilván vannak olyan, az előbb is hallottunk arról, hogy programokat szerveznek a munkatársak. Szerdán volt a vízvilágnapja, ehhez kapcsolódóan most aktuálisan a hétvégén esemény lesz az Erdőtelki Arborétumban. Erre kérem, hogy térjünk rá, és mondjon nekünk néhány csalogató eseményt. Igen, megrendezésre kerül a vízvilágnapja alkalmából a programunk most szombaton az Erdőtelki Arborétumban, ahova várunk minden érdeklődött szeretettel. Ezen a programon főként ugye összekapcsoltuk a februárban lévő vizes élőhelyek napjával, mivel akkor ugye nem lehetett kinti programot szervezni az időjárás miatt.
Várunk gyerekfoglalkoztatóra mindenkit, gyerekeket, akár felnőtteket is. Itt vízi állatok megismeréséről lesz, megismertetéséről lesz szó, vízi állat gyűjtésekről, azoknak a mikroszkópos vizsgálatáról lesz kisebb előadás, illetve aktívan részt vehetnek benne a gyerekek. Ezen felül pedig gyerekfoglalkoztató lesz, tavaszköszöntő, arcfestés, vizes játékok. A felnőtteknek és a nagyobbaknak pedig egy kis tudományos programokkal próbálunk kedveskedni, amiben kollégáink fognak, az egyetem kollégái fognak előadásokat tartani. Itt is lesz ugye természetesen a vízhez kötődik a vízről szó, a vizes élőhelyekről, tehát milyen növények helyezhetők el vizes területeken, vizes környezetben, és persze természetesen a gyerekfoglalkoztatóhoz kapcsolódóan szó lesz a táplálékláncról is, hogy ott a vizes élőhelyeken kinek hol van szerepe a táplálékláncban. Mikortól várják a látogatókat? Tehát tudjuk, hogy szombaton hánykor kezdődnek a programok, és meddig tartanak? Szombaton 9-től 17 óráig tart nyitva az arborétum, ezen belül pedig 10 órától 16 óráig kerülnek megrendezésre ezek a programok. Lesznek benne ismétlődőek, mint az előadások is például, hogy délelőtt is lesz, illetve akik később érkeznek, délután is lesz ugyanaz az előadás sorozat hallható, hogy ők is meg tudják hallgatni, hogyha érdekli őket. Itt az a tavasz, előadás. Igazgató, gyönyörű az idő. Én magam a kertünkben is azt látom, hogy kezdenek rügyezni a fák. Jelenleg mi történik az Erdőtelki Arborétum területén? Melyek azok a virágzó növények, amelyek már kezdenek életre kapni? Még most jelenleg nem sok növényünk virágzik, de már láttam, ugye a hóvirágok azok már jelen vannak csoportosan, illetve boglárka félékből láttam már kinyílni növényeket, virágokat, de tulajdonképpen még annyira az elején vagyunk, hogy tényleg valóban a rügyek ott vannak a fán, de még nem bontották ki se a levelüket, se még nem hoztak virágot. Feltehetőleg, ha ilyen jó idő marad, mint ami az elmúlt napokban volt, akkor április eleje környékén már megláthatjuk a virágokat a egy-két fán. Tudom, hogy egy szakember számára a kert mindig, minden évszakban gyönyörű, de mert mindig lát benne valami újat, valami szépet, valami vonzót. Igazgató úr, mégis mikor a legszebb az Erdőtelki Arborétum? Mikor pompázik úgy igazán? Ez egy jó kérdés, igen. Tehát nekem minden időszakban szép. Mindegyiknek megvan a varázsa, viszont a hozzánk érkező látogatók kedvenc időszaka az a tavaszi időszak, tehát április elejétől május-június közepéig tartó időszak, amikor rengeteg fánk elkezd virágozni látványosan, példának említsem ugye díszcseresznyénket, díszkörtéinket, illetve május vége tájéken, június elején pedig az amerikai tulipánfa az, ami virágzik nálunk, két szép példánya található nálunk, és van olyan látogató, aki kimondottan csak ezért a növényért jön el, hogy ezt a virágzást lássa nálunk. Hát nyilván szeretnénk csalogatni mindenkit minden évszakban. Arra kérem, igazgató úr, hogy néhány hívószót mondjon a lehetséges új látogatóink számára, mivel invitálná a közönséget Erdőtelekre? Én igazából mindenkit invitálok, aki egy kicsit is közelebb áll a természethez, szereti a természetet. Ugye említettük a rendkívül gazdag növényvilágunkat, említettük a gazdag madár faunát, amik ott vannak nálunk, illetve más egyéb állatokat is. Egyáltalán aki úgy gondolja, hogy a mai rohanó világban szeretne egy kicsit megpihenni, kicsit kikapcsolódani, én úgy gondolom, hogy ez az arborétum, ez tökéletesen megfelel egy napos programnak. Köszönöm szépen a beszélgetést Zöllei Tamás megbízott igazgatónak, és hát találkozunk Erdőtelki Arborétumban. Köszönöm szépen.
Az emberiség története arról szólt, hogy eddig mindig sikerült globális kérdésekben megtalálni a problémák megoldását. Így kell ennek történnie a fenntarthatóság esetében is. A doktorandusz önkormányzat szervezésében induló előadássorozat témája a fenntarthatóság és a környezeti nevelés volt. A péntek esték előadássorozat első előadója Varga Attila a Környezet és Fenntarthatóságra Nevelés és Kutatás címmel indította. Az emberiség fennmaradásához a környezetet kell fenntartani. A fenntarthatóság, mint célkitűzés. Akkor lesz környezeti nevelésnek politikai támogatottsága, hogyha lesz rá társadalmi igény. Az oktatás teljes újraorientálására van szükség. Év végén fogadta el az Egyesült Nemzetek Szervezete a fenntartható fejlődési célokat, ami ugye azért egy nagy lépés az emberiség számára, mert eddig fejlődési célokról beszéltünk, és most van az első alkalom, amikor a fenntarthatóságot is globálisan célként tűzték ki, tehát a teljes globális politikai vezetés is ráeszmélt arra, hogy anélkül, hogy a környezeti elemeket, a gazdaság további növekedésének, környezeti feltételeinek megteremtését is nem tűznénk ki célul, illetve a minőségi emberi életet is beleértve mindenbe, anélkül a technikai fejlődés önmagában nem fogja megoldani a bolygó problémáit, illetve az emberiség problémáit, és ez az előadás is arról szól, hogy mindez hogyan tud lecsapódni, és milyen kihívásokat jelent az oktatás számára. Az emberiség története arról szól, hogy megtaláltuk eddig a megoldásokat, utalok majd előadásomban is fogok utalni például ugye az ózonpajzs problémájára, hogy 20 évvel ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy nő az ózonpajzs, ma már arról szólnak a hírek, hogy mikorra fog befoltozódni. Most ugye a klímaváltozás a hasonló nagy kihívás, remélhetőleg, hogy erről fognak szólni, mondjuk legalább az én unokám idején már hírek, hogy egyszer majdnem volt klímaváltozás, de ezt is sikerült az emberiségnek megállítani. Ha ebben nem hiszünk, akkor nem biztos, hogy érdemes ezen a területen neveléssel foglalkoznunk, mert azt is látjuk, hogy ha csak a problémákat hangsúlyozzuk a diákok számára, az mindössze oda vezet, hogy elfordulnak ettől a területtől, és valami rövid távon sokkal nagyobb örömet okozó tevékenységekbe ölik az energiáikat. Nem gondolom, hogy a technológiák meg lennének, ugye ez is időről ide fölröppen, és most éppen ez a sláger, hogy az elektromos autók majd meg fogják oldani a problémák egy nagy részét, de már lehet olyan cikkeket is olvasni, hogyha megnézzük, hogy honnan származik az elektromos autóknak az akkumulátora, és ma mekkora környezetszennyezés és mekkora bányászati ökológiai lábnyom van mögötte, akkor látszik, hogy ugye most 1-2% körül van az elektromos autók részesedése, tehát hogy képtelenség átállítani a jelenlegi autóhasználat mellett. Tehát itt is biztos, hogy szemléletváltásra lesz szükség. Ugye itt például mondják az önvezető autókat, hogyha önvezető autók lesznek, akkor lehet, hogy csak nagyjából 3%-nyi autóra lesz szükség az emberiségnek, mert az autók nagy része, tehát nagyjából az üzemidejük 4-5%-a az, amit menet közben töltenek, és nem állva. Tehát, hogy a teljes rendszereknek az átalakítása valószínűleg nagyobb eredményeket fog hozni, mint egyes technológiai változtatások. Tehát gondolkodásmódbeli, akár itt ugye megint megjelenik, ugye eddig a magántulajdonra épülő gazdaságon építettük, és mostanában például, ami lehet, hogy akár egy technológiai változásnál is sokkal nagyobb változás, ez a sharing economy, tehát ez a megosztáson alapuló gazdaság, hogy nincs szükségünk autóra, nincs szükségünk mosógépre, arról van szükségünk, hogy A-ból eljussunk B-be, és arról van szükségünk, hogy a ruháink tiszták legyenek, és ezt lehetséges, hogy ez egy olyan fenntartható út, mint az eddig vitt út, ahol ugye az anyagiak halmozása mutatta a gazdagságot. Az előadássorozat összesen 5 előadásból áll a fél év során. A következő alkalom március 31-én lesz dr. Török Balázs oktatás-szociológia témakörben és dr. Szemmerszki Marian tanulói és iskola eredményesség témakörben tartja. Egyetemista és középiskolás fiatalok számára hirdettek kortárs művészeti versenyt Egerben. Nyilván ez a meghirdetés, ez nem csak egri fiatalok számára, hanem az országban élő fiatalok számára egyaránt érvényes. Erről fogunk beszélgetni Domán Dániellel, a Kepes Intézet ügyvezetőjével. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm Dani, erről a beszélgetésre. Hát avassál be bennünket a részletekbe. Tulajdonképpen honnét jött az ötlet, hogy érdemes lenne elindítani ezt a bizonyos kérdést? Az ötlet több szároldát, több gondolat ihlette meg ezt a dolgot.
Az első, leginkább a legelső indok az volt, hogy én úgy vettem észre az éveim alatt, a tapasztalataim alatt, úgy vettem észre, hogy ebben a városban, illetve talán országszerte kicsit az a kultúra szó maga a definíció egy talán ilyen halványuló jelleggel bír így manapság 2017-ben, és úgy érzem, hogy a egyre fiatalabb generáció, mint a távolodna ettől a fogalomtól, és nem hinném, hogy annyira életidegennek, annyira természetellenesnek kellene lennie. Főleg nem egy ilyen történelmi városban, mint Eger, de úgy érzem, hogy Magyarország bővelkedik ebben a kultúra szóban, hát minden sarkon jelen van, és azt vettem észre, hogy elmegyünk, szinte vakon megyünk el az épületek mellett, a történelmek mellett, a pillanatok mellett, és innen jött az egész dolog. És valahogy jól tudom, mert még talán közelebb állok a fiatalabbakhoz, mint az idősebbekhez, a tapasztaltabbakhoz, hogy nehéz megfogni ezt a témát, nehéz körbeírni ezt a témát, főleg egy olyan aktív környezetbe berakni, hogy ezzel a szóval, ezzel a fogalommal foglalkozzanak. És emlékszem, hogy nagyon-nagyon kiskoromban részt vettem egy rajzversenyen, aminek a témája már nem emlékszem, hogy pontosan mi volt, azt tudom, hogy nem nyertem. Mégpedig azért, mert egy teljesen, ha jól emlékszem, ilyen a szórakozás volt a téma talán. És emlékszem, hogy körbeültünk egy asztalnál, és nagyon sok gyerek volt, és sok színes embereket tájogt, festettek, hogy együtt vannak így az emberek. És én egy kicsit, nem tudom hány éves lettem, talán 8-9, nem tudom, egy kicsit szürreális képet alkottam meg a szórakozásról. Hát az ottani zsűri nevetett rajta, de egyértelműen kicsit túl éretten gondoltam arra, hogy mi a szórakozás, egy tényleg egy kicsit feketébb, szürreális kép sikerült megrajzolni. És én nem éreztem, vagyis hogy akkor abban a pillanatban elmagyarázták, hogy ez miért nem jó, de hát kritizáltak, és elég rosszul esett, hogy így 9 évesen elhitették velem, hogy nem tudom mi az, vagy hogy rossz képet festek úgy szó szerint a szórakozásról. És itt pár hónapja megszületett ez az ötlet. Innen jött valahonnan a gondolat, hogy egy olyan témára, egy olyan irányvonalra ráfektetni ezt a versenyt, és tényleg a kultúra szót magát közelebb vinni a diákokhoz. De hát ugye ez nem csak egyetemistáknak, hanem középiskolásoknak is meg van hirdetve, hogy teljesen asszociatív. De hát az a témája ugye a versenynek a fényformák, érzelmek. És én úgy gondolom, ez olyan, mintha szétnyitotta volna az eget a dolog. De hát bármire lehet gondolni, ez tényleg. Ha belenézünk a tükörbe, egy érzelmet látunk, bármilyen érzelem is az, de látunk valamit. Ha elmegyünk az utcán, tele vannak formák, a fényre meg ne is beszéljünk, hát mesterséges, természetes, mindenhol ezek ott vannak. És talán ezeknek az ötvözetei is, aki nagyon ügyes és ambiciózus, ez talán megszülethet ebben a versenyben. És nem utolsó sorban, hogy tehetségek, én azt vettem az évek alatt észre, hogy Eger bővelkedik ebben, de hát a grafikusok, a kezdő képzőművészek, a filmesek, az operatőrök, de ország szerint, vagy ország szinten tényleg annyi tehetséges ilyen szakmai ember van, de nem csak operatőr, hangmérnök, de sorolhatnám. És ezek valamiért el vannak bújva, vagy rejtegetik őket, valahogy úgy érzem, hogy holott külföldön ezek a fiatalok rengeteg munkát happolnak el az ottani emberek elől, és ha megnézzük ezeket a filmeknek a stábistáját, és rengeteg magyar, de tényleg rengeteg magyar észrevehető, és főleg hát ugye mostani években külföld pedig jön hozzánk, mint magyar szakemberekhez, és tényleg egyre jobb művek születnek, és valamilyen ilyen indítatásból született meg a dolog, hogy így kicsit ez a verseny elő kapja. Nem csak innen az egyetemről, igaz,
úgy indult, hogy az egyetem, nagyon sokat segít ennek a programnak a létrehozásában, de kiterjedt át, mert Pestre is elért, Székesfehérvárra is elért, úgyhogy ennek nagyon örülök. Mi is nagyon örülünk, és azt gondolom, hogy ilyen kiváló műhelyek, szakmai műhelyek, mint amivel rendelkezünk itt mondjuk a mozgókép művészet terén, a vizuális művészeti intézetben, a grafikus képzés, és sorolhatnánk, hogy nagyon jó, nagyon magas szakmai színvonalat tudunk itt biztosítani az egyetemünkön, és ráadásul ide vonzuk az ország minden részéről a fiatalokat, hogy egyetemre hozzánk jöjjenek. Tehát ezek a hívószavak, hogy fény, formák, érzelmek, egy ilyen címmel indított pályázat nagyon sokakat fog megszólítani, és várhatóan nagy lesz az érdeklődés. Tulajdonképpen több kategóriában is lehetővé tettétek a nevezést. Melyek ezek? A legelső az a digitális fotó, de hát nyilván egy olyan korban vagyunk, ami zsebünkben a telefon egy olyan képet készít, ami meghazudtolja a tényleges fényképészeknek az alkotásait. Jó, ez egy túlzás, de aki ügyes és kihasználja ezt, az egy telefonon is lehet alkotni. De ha belegondolunk, és egy olyan szinten, hogy ugye a selfik, vagy akármilyen röpke fotók, pillanatok, ott is beleáshatunk egy kicsit a dologban, hogy a fények hogy jelennek meg, a formák hogy jelennek meg, ugye egy selfie általában boldog valamilyen pillanatot el kell kapnia. Nyilván nem akkor selfizünk, amikor sírunk, vagy kinek mi a hobbija, de hát ez a fotó, de úgy vettem észre, hogy a fotó, tehát az indítéka ennek, hogy a fotó ne csak egy fotó legyen. Vegye észre az illető, aki a telefonnal, fényképezővel, kamerával, bármivel fotózik, hogy létezik olyan, hogy kompozíció vagy beállítás, és egy apró minimális mozdulat, egy eltérés a képben, vagy ha már balról vagy jobbról fotózom, ilyesmi mennyire más képet adhat, mennyire más hangulatot adhat át, főleg ha nappal szemben állok, nap mellett, ilyenek. És persze nem távolodunk el attól, hogy digitális és analóg fotó. Hát én személy szerint nagyon szeretem ezeket a régi analóg dolgokat, meg a 35 mm-es filmet, én nagyon nagy rajongója vagyok ennek. Egyre ritkább, és én nem szeretném azt elfelejteni, nem azt mondom, hogy szükséges és kötelező, de mindennek volt egy alapja. Minden elindult valahonnan. És ez onnan indult el. De hát ne felejtsük el, hogy a filmtörténelem, a fényképészet nem egy olyan régi dolog, de hát nem több száz évre visszamenő dolog. Rendkívül sokat és rohamosan fejlődik, szerintem főleg mostanság. De akár, ha valaki ennek utána néz, rengeteg érdekes dolgot talál, hogy egyáltalán miből fejlődött ki ez az egész. És remélem, hogy akik neveznek vagy versenyeznek, kicsit utána néznek, már nem csak ennek a témának, hanem az egész, hogy van egy olyan indítéka, hogy kutassanak egy kicsit a diákok, hogy nézzenek utána igazából, mit is jelent ez. A második kategória természetesen a grafika, de hát egy digitális művészet, ahol tényleg aztán kötetlenül bármi, akár ötvözni is lehet ezt a képzőművészet díjat, de tényleg bármire kíváncsiak, nyitottak és vevők vagyunk. Itt van egy megkötés, hogy már csak maga az épület miatt is, hogy egy B1-es méretnél nagyobb dolog nem lehet. A harmadik pedig a képzőművészet, ahol tényleg szabadon, de hát bármi szobrászat, festészet, ami installációféle, tényleg bármi, ami témánál maradva olyat alkotnak, azt mi megveszük. Tehát egyrészt versenyről van szó, szakmai zsűri fogja véleményezni a beérkezett pályaműveket. Másrészt viszont nyilván, ha már említetted az előbb az épületet, a Kepes Intézetet, akkor kiállításra is nyílik majd mód. Milyen anyagokból fog összeállni ez a tárlat? Van egy szép, nagyon, nagyon fényes része ennek az épületnek,
ugye mivel egy galéria, egy művészeti központ, a főutcára néző oldala egy nagyon szép fényes rész, és én azt a termet álmodtam meg, hogy itt ezeknek a beérkezett pályaműveknek itt lesz kiállítása. Remélem, hogy válogatás nélkül ezek a műveket kiállíthatjuk, és úgy kell elképzelni ezt, vagy valahogy én úgy képzeltem el, amikor jó sokan szerintem 14-15 évesen poszterekkel, újságcikkekkel, vagy újságból kivágott fotókkal, képekkel felragasztották, felplakátozták a szobájukat, és anyuka-apuka pedig ideges volt, hogy tönkretesszük a falat. Itt ebben az épületben ez most lehetséges, ezt most szabadon megcsinálhatjuk, és tényleg egy a Te művészeted cím az erre hajasz, hogy az én művészetem ebben a kiállításban, hát mint alkotó, megtalálom, ott van. És remélhetőleg ez egész nyáron, vagy akár tovább is látható lesz. És tényleg egy olyan szándék, hogy nem sokak élhetnek szerintem, vagy nem sokan képzelik el azt magukról, hogy vagy bele se látnak, hogy akár ténylegesen valami nagyobbat alkothatnak, legyen az fotográfika, bármi. És az, hogy egy ilyen neves épületben, egy ilyen exkluzív épületben bemegy és ott látja a művét, szerintem egy nagyon jó dolog, egy ritka dolog. Más művekkel egyetemben, de hát így ilyen, remélhetőleg van egy ilyen közösségformáló oldala a dolognak, ahol tényleg az a lényeg, hogy egymás műveit, egymás szándékait, egymás jellegzetességeit megismerjük, és ne kritizáljuk, ne ítéljük el, ismerjük meg a másikat, mert lehet, hogy a szomszéd is talán ugyanúgy gondolkozik, ahogy mi. Lehet, hogy a másik osztályban lévő gyerek is szeret rajzolni, vagy fotózni, és én még 10 éve együtt járok vele iskolába, és még nem ismertem, meg egy szót sem váltottam vele, de hát valami ilyesmi történeteket várok, remélhetőleg. És ennek van egy záró rendezvénye, de hát először úgy alakult, hogy április 25-én nyílik ezekből a művekből a kiállítás, és az egyetem nagyon sokat segített abban, hogy egy fiataloknak vonzó programot összeállítsunk, és konkrétan egy rendezvény a záró program, de hát így a kiállítás megnyitó a szakmai zsűrivel, őket még nem árulom el, de egyre jobban gyűlnek, és örülök, hogy részt vesznek ezen. Tényleg nagyon segítőkészek és jószívűek. Az egész épület, de tényleg az egész épület, ezen a ingyenesen látogatható minden, de tényleg arról szól, hogy közösség. És telerakjuk az épületet ilyen street food különlegességekkel, ilyen falatkákkal, illetve ugye működik az épületünkben nekünk egy Artist Kultúrbán nevezetű nagyon szép kávézónk, ők is nagyon sokat segítenek, és ők is készülnek különlegességekkel, illetve nagy fenomén, az pedig Járai Márk fog fellépni egy élő akusztikus estel 9 órakor, és nagyon sokan érdeklődik, már csak ő miatta is, de hát tudjuk, hogy őket nagyon szeretik, illetve ezután egy fakultatív levezető buli, ami ugye... Elmaradhatatlan. Igen, Egerben itt már egy megszokott dolog. Nem beszéltünk még arról, hogy meddig áll lehetőség a pályázók előtt, hogy benyújtsák műveiket, és milyen formában? Március 15-én indult ez az egész, és látom és észreveszem, hogy egyre jobban azért terjed szét a dolog, terjed szét a híre. Április 21-ig van lehetőség beadni ezeket a műveket, ha ne Isten valaki 22-én befut valamivel, én még elfogadom, de hát a 21-e és a 25-e idő között az nekem valószínű úgy néz ki, hogy 4 napig ott alszok a teremben, és kitalálom, hogy ezek az alkotások, hogy legyenek installálva. Mert hogy te leszel a kiállításnak a kurátora? Igen, de hát nem a kurátora, de hát a szervezője. Igen. Én annyira nem értek, és lehet, hogy nem is leszek olyan állapotban, hogy beszéljek ezekről. Uh-huh. Hát ez nagyon nehéz, de hát bármilyen mű is érkezik be, ugye ez nem egy nagy múltú művészeknek a pályaművedet, nem lehet csak úgy felkérni valakit. Remélem, hogy találok valaki olyasmit, aki összefogóan tud erről beszélni, de ezért is olyan szerte ágazó a szakmai zsűre, tehát a grafikustól kezdve a fényképező, mindenki van benne. De eddig tart, április 21-ig tart.
Mondom, tényleg nincsen megkötés, az a pár, hogy a digitális fotónál 300 dpi-s minőségű, tehát nyomtatható verziót küldjenek be a diákok, illetve a grafikánál B1-es méret nem nagyobb lehet. Ezen kívül tényleg, és ha megírják az e-mail címünkre, hogy ők hogy képzelték el ezeknek a pályaműveknek a kiállítását, de hát, hogy csak egy 6x4 cm-esben nyomtassuk ki, vagy egyszer 1 cm-esben, mert úgy gondolja, az, akkor nyilván úgy fogjuk megtenni. A képzőművészeti alkotásokat természetesen be kell hozni, tehát az csak élőben van lehetőség, de lehet, ha nagyon rám telefonálnak, akkor el is megyek érte, olyan nagy installációval készülnek, de ennyi, de megkötési nélkül tényleg mindent várunk, 21-ig, április 21-ig. Akkor hívjuk és várjuk valóban az érdeklődőket, az alkotókat, a fény, formák, érzelmek elnevezésű pályázathoz, nyilván Kepes György életművéhez kapcsolódóan. Köszönöm szépen Domán Dánielnek ezt a beszélgetést, és nyilván vissza is fogunk térni majd, ott elmegyünk a stáb erre a kiállításra, és hát reméljük, hogy minden pályamű el is fog férni. Köszönöm szépen. Remélem is, én köszönöm. Köszönöm. A korai iskola elhagyás csökkentése, valamint a munkavilágába való beilleszkedés támogatása 7 partnerországban címmel fut az a program, melynek résztvevői legutóbb hazánkba is ellátogattak. Az Egerbe érkező oktatási szakembereket, pedagógusokat és diákokat a gyakorló iskola fogadta. A Kreatím Egyesület szervezésében az Eszterházy Károly Egyetem gyakorlóiskolája nemzetközi delegációt látott vendégül. A projektben dolgozó szakemberek megpróbálják javítani a partnerintézmények munkájának hatékonyságát. A program jelenlegi koordinátora Dél Attila keresett meg egy olyan kéréssel, hogy meglátogatnánk az iskolánkat, és természetesen az iskola vezetése teljesen nyitott volt erre a kérésre. Igazából hasonló programokban már van a kollégáknak, illetve az iskolának rutinja. Nagyon jó, hogy a gyerekek is az angol nyelvet tudják közben gyakorolni. Nagy számban van jelen a korai iskola elhagyás az Európai Unió valamennyi tagállamában. Az Egyesület projektje erre a növekvő problémára, illetve a munkavilágába való beilleszkedésre keres megoldásokat. Ez az Unió által támogatott program az Erasmus Plus program keretében valósul meg, és tulajdonképpen egy 24 hónapos együttműködés 7 ország között. Egy oktatási, elsősorban oktatási, illetve felnőtt képzési programról van szó. A projekt alaptémája az a korai iskola elhagyás problémáinak megoldása, illetve az ehhez kapcsolódó iskolai ifjúsági projektmenedzsment. A 2 éves együttműködés során a program fővázát az alkotja, hogy a különböző országok képviselői meglátogatják egymást saját országukban, és tapasztalatokat gyűjtenek egymás oktatási rendszeréről, a projekt témához kapcsolódó esetleges megoldási lehetőségekről, már meglévő vagy tervezés alatt álló projektekről. A projektben résztvevő országok képviselői meglátogatják egymást a saját országukban, és tapasztalatokat gyűjtenek egymás oktatási rendszeréről. A projekt alapvető célja javítani és fokozni az együttműködést a fiatalok, a munkaszervezők, az iskolák és más oktatási intézmények hallgatói önkormányzata között. Egy ilyen projekt találkozó az adott országban 5 napig tart, és az 5 nap alatt tulajdonképpen különböző az alaptémához kapcsolódó workshopokat tartunk, szakmai találkozókat szervezünk, látogatják az adott település oktatási intézményeit, megismerkednek a városvezetés koncepciójával, ami a témához, illetve az oktatáshoz kapcsolódik. Hát illetve ugye a helyi kultúra, idegenforgalom megismerés is egy elég fontos dolog. Az 5 napos projekt találkozó egyik programja között szerepelt, hogy a vendégek betekintést kaphattak a gyakorló iskola mindennapjaiba, és megismerhették a magyarok kultúráját, valamint Eger látványosságait is meglátogathatták. A
Az Egri borvidék nevezetességéről döntött a Hungarikum Bizottság. A testület idei első ülésének helyszínéül városunkat és a Dobó István Vármúzeumot választották, és itt jelentették be határozatukat az egri bikavérről. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a Líceum Televízió kedves nézőit innen az Egri Várból, hiszen a Hungarikum Bizottság jelenleg is ülésezik, ahol többek között az Egri bikavérről fognak dönteni, hogy Hungarikummá emelik-e. Mi egriek nagyon reméljük, tartsanak velünk a következő percekben, hogy ezt kiderítsük. Egy sajtótájékoztató keretein belül jelentette be dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a Hungarikum Bizottság Egri ülésének döntéseit. A Hungarikum Bizottság mai döntésével a Hungarikumok sorába emelte az Egri bikavért. Rendkívüli alkalom volt ez, hiszen ennek az ülésnek a helyszínéről városunkat választották, így ennek a hosszú folyamatnak az eredményét Egerben jelenthették be. A Hungarikum Bizottság a magyar történelem fölemelő helyszínei közül választja ki üléseinek a helyszíneit, és ezért esett a választás Egerre, az Egri várra, amely a magyar hősiesség jelképe és nemzeti történelmi emlékhelyünk. És Egerhez, az egri borvidékhez olyan értékek kapcsolódnak, mint például az egri bikavér. Szerepelt a napirenden a mai napon, és én örülök annak, hogy a bikavér most már az egri bikavér a Hungarikumok sorába emelkedett. Ilyenkor két kategóriában dönt a bizottság, az egyik a Hungarikumok, tehát a magyarság csúcs teljesítményei, a másik pedig a magyar értéktárba kerülő kiemelkedő nemzeti kincsek. Jó néhány döntés született, ahogy említettem, a egri bikavér az, amely fémjelzi a mai napot. Világszerte ismert és elismert kiváló borunk, az egyik legismertebb magyar bor egyébként. Csak zárójelbe teszem hozzá, hogy nekem is a kedvenc vörös borom, de nyilván a döntést ez nem befolyásolja, a bikavér már hosszú évszázadok óta önmagában is megáll. Városunk polgárai és a borvidék hatalmas sikerét az Egri vár ágyúdombja mellett egy közös rendezvényen ünnepelhetnék meg a résztvevők. Hatalmas öröm, hogy városunk értékeit most már a bikavér, mint Hungarikum díszíti. Az Egri Értéktár Bizottság mintegy 35 értéket definiált az elmúlt időszakban. Ezek egyrészt természeti értékeink, mint például az egri gyógyvizek, az épített örökségünk jellemzői, kitűnőségei, mint az Egri Líceum, az Egri Egyetemi Ház, vagy éppenséggel az Egri Vár, és természetesen figyelmet fordítottak arra is, hogy a város, a térség termelési hagyományait, azokat is számba vegyük, amelyek a múltban gyökereznek, de ma a város gazdasága szempontjából meghatározó jelentőségűek. Ezt a rendkívüli sikert egy komoly munka előzte meg, amely a bejelentéssel nem ért véget, hiszen kezdeményezés indult egy a bikavérről szóló kiadvány elkészítéséről. Ez egy nagyon komoly siker, tényleg a szőlőszak és a borások sikere alapvetően, de ma minden egri méltán lehet büszke, és az egri borvidéken élő emberek méltán lehetnek büszkék, hiszen a leghíresebb borunk a borvidékről, az egri bikavér az Hungarikumok sorába emelkedett, elsőként a magyarországi vörösborok közül egyébként. Én abban bízom és biztos vagyok benne, ez egy új lökést, egy új lendületet tud adni az egri borvidéknek, hiszen az, hogy majd itt a termelők a borospalackra rá tudják tenni azt, hogy ez a bikavér, ez Hungarikum, ez mind belföldön, mind pedig nemzetközi szinten egy nagyon fontos üzenet, és az is nagyon fontos üzenet és fontos szimbolika, hogy a Hungarikum Bizottság ezt a döntését városunkban, Egerben, az egri várban a nemzeti emlékeken hozta meg. Én azt kezdeményeztem, hogy ha már Hungarikum lett az egri bikavér, akkor készüljön el egy nagyon komoly és nívós kiadvány, egy könyv, amelyik az egri bikavér történetét, múltját, jelenét és a jövőjét bemutatja, és ez a kiadvány természetesen magyarul, angolul és lengyelül is jelenjen meg. Az egri küvé sikeréért a borászok rengeteget dolgoztak, így a Hungarikummá válás az ő munkájukat igazolja, hiszen ők azok, akik ezt a remek vörösbort ilyen szintre emelték. Váratlan volt, de ugyanakkor nagyon felemelő érzés. Nagyon sok évi munka van már ebben itt a borvidéken, nagyon sokat dolgoztunk ezért a dologért. Így aztán most nagyon örülünk neki, és főleg így, hogy ilyen úgymond könnyedén ment át végül is. Ha jól tudom, a Hungarikum Bizottságon ez a dolog, tehát ettől lett a bikavér, most már Hungarikum számunkra is. A közös kocintást és a borkóstolást egy tűzijáték zárta le, amely minden egrinek felhívta a figyelmét arra, hogy megszületett a döntés, Hungarikum lett az egri bikavér. Harminc éves múlttal büszkélkedhet városunk egyik meghatározó középiskolája, a Neumann János Gimnázium szakgimnázium és kollégium. A Neumann Nap programsorozatának keretében arra is volt lehetőség, hogy a középiskolások az eltelt 3 évtized fontosabb eredményeit is megismerjék.
Kedves nézőink, 30 éves lett a Lila iskola, itt járunk a Neumann János gimnáziumban, ahol a Neumann napok keretein belül a hallgatók, amellett, hogy emlékeztetnek az elmúlt évtizedekre, rendkívül színes előadásokon vehetnek részt. Tartsanak velük, és nézzük meg együtt, hogy hogyan is zajlik a Lila iskolában ez a tradicionális esemény. Az elmúlt 30 évben tulajdonképpen két dolog volt állandó. Az egyik az, hogy lila színű az iskola, most már harmadszor is, mert kétszer már újra festettük. A másik pedig a folytonos, folyamatos változás. Fő célunk az, hogy a tanulóinkat egyetemre, főiskolára terveink szerint, és hát ezt már mondhatom megvalósított céloknak is, a frekventált egyetemekre kerülnek be, akár belföldi, akár külföldi egyetemekre. A munkaerőpiaccal való kapcsolatunk, a közvetlen kapcsolatunk az lazult ennek megfelelően, inkább a felsőfokú intézményekkel vagyunk kapcsolatban. A Neumann napok során rendkívül sokszínű előadásokkal készültek a szervezők, így joggal mondhatjuk, hogy a diákok szórakozva tanulhattak az adott terület szakértőjétől. Több évtizede tartjuk minden tavasszal a Neumann napokat. Úgy érezzük, hogy a diákoknak ez nagyon fontos, hiszen a tankönyveken kívüli anyagon túl olyan ismereteket, olyan tudományos előadásokat hallgathatnak, amelyeknek vagy maga a kutatói szólalnak meg ezeken az előadásokon, vagy pedig a témának a legavatottabb szakértői mondhatják el az új felfedezéseket. Igyekszünk arra figyelni, hogy minden témában hívjunk előadókat, hiszen iskolánkban rengeteg tagozat van, a humán és a reál tagozatok érdeklődését szeretnénk kielégíteni. Hallhattak a humán érdeklődésűek a biztonságpolitikáról, a búvárkodásról, író-olvasó találkozón vehettek részt. A reál érdeklődésű tanulóink meghallgathatták és megnézhették az érdekes és látványos kísérleteket, hogyan gyógyítanak Afrikában a Magyarországról kint dolgozó orvosok, de természetesen voltak olyan témák, ami minden humán és reál érdeklődésűt is leültetett az előadóterembe. Ilyen volt például a koronaőrzéséről vagy a magyar huszárság történetéről szóló előadásunk. Az Eszterházy Károly Egyetem több oktatója is előadást tartott a program keretein belül, köztük egyetemünk rektora dr. Liptai Kálmán is. Az az igazság, amikor még nem voltam ilyen nagyon elfoglalt, addig én minden évben jöttem órát tartani a Neumannban, vagy a feleségem itt alapító tag, és hát nekem ilyen felebaráti szeretetből nekem időről időre meg kellett jelenni, és én ezt nagyon szeretem, ezt a korosztályt. De hát nyilván a egyetemisták innen nőnek ki, úgyhogy amikor elsősöknek analizis tanítok, az olyan, mint egy középiskolába csöppennék, úgyhogy ez a feeling, ez mondhatni ismerős, illetve amikor elkezdtem a pályámat, én tanítottam középiskolába, tehát nagyon-nagyon szeretem ennek a hangulatát. Az egészen elképesztő, hogy hogy tudnak figyelni más órán keresztül ezek a fiatalok, és nagyon érdeklődve tekintettek, hogy mit hozott valaki az egyetemről, úgyhogy nagyon jó érzés volt itt lenni. Prezentációk tekintetében az iskola tanulói is megragadták az alkalmat, hogy megosszák gondolataikat diáktársaikkal. Egy versenyre készült a prezentáció, és ezt egy kutatás előzte meg, egy esszét kellett készíteni. Az Eszterházy Károly Egyetem által meghirdetett tehetségútlevél programra készült az esszé, és különböző kutatási témákat jelöltek meg, és ezek alapján mindenki választhatott. Én úgy éreztem, hogy a fiatalokat nagyon érinti ez a kérdés, és sokakat látok magam körül, akik őrlődnek közösség és magány között, és ezért gondoltam, hogy érdemes lenne kutatni, hogy mi határozza meg, hogy hová szeretnénk tartozni, hogy hogyan érintkezünk egymással. Kedves nézőink, bízom benne, hogy az alábbi színes kis összeállításunkkal egy picit itt érezhették magukat önök is a Neumann napokon. Én nem is szeretném tovább húzni az időt. Egyrészt köszönöm, hogy velünk tartottak, másrészt pedig búcsúznék az EGRI Minaret Kamara együttessel. Egy kicsit élvezzük még, ahogy ők muzsikálnak. Boldog születésnapot, Neumann! Thank you.
Kedves nézőink, Önök Eszterházi Körkép című magazinunkat látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Jövő héten is én várom Önöket. A viszontlátásra!